Üdvözöllek. Hogyha nem is túlságosan gyakran, de azért időnként megesik, hogy olyan fájllal találkozunk, amit a Windows nem tud megnyitni. Nyilván azért, mert a hozzá szükséges program nincsen telepítve, vagy valamilyen okból nem ismeri fel az adott fájl kiterjesztését. Ilyenkor persze rákereshetünk interneten, hogy milyen program lenne szükséges az adott típusú fájlhoz, de van ennél jobb megoldás, ami az OpenVID névre hallgat. Ezen a címen érhető el, persze majd ez a videóhoz mellékelni is fogom, és akkor tulajdonképpen itt van a download, töltsük is akkor le a legújabb verziót, file mentése, dupla klikkén ezt megnyitom, és akkor elindítom a telepítést. Next, elfogadjuk a használat feltételeit, és akkor telepítés, finish, igazából ennyi. És akkor most itt van nekem egy ilyen CDR kiterjesztésű file, ami a CorelDRAW formátuma, de ezen a gépen nincsen CorelDRAW telepítve. Dupla klikkel megnyitom, és rögtön láthatom, hogy milyen lehetőségek vannak a számunkra ennek a file-nak a megnyitásához. Hát ugye elsősorban a CorelDRAW-t javasolja elsőként, de láthatom van itt egy csomó másik is, ami pirossal van jelezve, azok nincsenek telepítve. De ha kattintunk valamelyikre, és nyomunk egy Entert, akkor látható, hogy itt kétféle dolgot tehetünk. Ugye jelzi először is, hogy ez nincsen telepítve, ezért meglátogathatjuk a program weboldalát, vagy pedig a számítógépünkről betollozzuk a program indító fájlját. Hát de nekünk nincsen telepítve, ezért nyilván ez nem nagyon működne. Abban az esetben persze ez mégis csak hasznos tud lenni, hogy olyan programról van szó, amit nem kell telepíteni, tehát telepítés nélkül is lehet használni. Akkor itt meg tudjuk adni az elérését neki. De most akkor látogassuk meg a program weboldalát. És látható XMU. Ez egy ingyenes szoftver, ami meg tudja nyitni elméletileg a CorelDRAW fájlokat is. Szóval, hogy ezt letöltjük és telepítjük, akkor elvileg meg tudjuk majd nyitni a CorelDRAW fájlt is. Persze ez nem azt jelenti, hogy feltétlen tudjuk szerkeszteni is. Itt a megtekintéséről, az alapvető megnyitásáról lenne szó leginkább. Most eltűnt ennek az ablaka, ennek az OpenVID-nek, de az altabot lenyomva ki tudjuk ezt választani. Vagy ha lerakunk mindent tálcára, akkor látható itt van a háttérben. Hát ugye vannak itt egyéb programok is, amelyek ezt meg tudják nyitni. Illetve, hogyha az egeret fölötte tartjuk, akkor látható, hogy a népszerűséget is kiírja. Hát nyilván, minél magasabb a népszerűsége, annál nagyobb a valószínűség, hogy arra a programra lesz nekünk szükségünk. De hát, mint mondtam, megnyitni az XMU is meg tudja jelen esetben például. Illetve itt alul, látható a browserra kattintva, egy a számítógépünkön lévő programot is be tudunk tallózni. Már hogyha meg lenne az adott program a számítógépen. Hát ez igazából így működik. Én úgy gondolom, hogy azért hasznosabb, mint a Windows alapértelmezett megoldása, hiszen itt rögtön tippet is kapunk, hogy milyen programra vagy programokra van szükségünk ahhoz, hogy az adott fájlt meg tudjuk nyitni. Amúgy hát látható, itt vannak egyébként a már telepített programok is, tehát azok közül is tudnánk válogatni, akár csak a Windows saját megoldása esetén, vagy akár be is tudnánk egyet tallózni. Hogyha végeztünk a beállítással, akkor az OK-re kell kattintani, vagy pedig jelen esetben nekem a Cancel.